Megyénk eddig 534 közmunkása csatlakozott a hétfőn megalakult közmunkások szakszervezetéhez, hangzott el az MSZP mai tájékoztatóján. Halmi József, a párt megyei alelnöke kiemelte, a közmunkások éhbérért dolgoznak. Most 13 000 forinttal kevesebbet kapnak a közmunkások, mint az MSZP kormányzása alatt. Ezért is alakult meg hétfőn a közmunkások szakszervezete. A hét elején Borsodaba Új-Zemplén megyében alakult meg a közmunkások szakszervezete, hangzott el az MSZP nyíregyházi tájékoztatóján. Halmi József szocialista politikus kiemelte, Comba Sándor államtitkár és a kormány is figyelhetne a közmunkából élőkre. A megyei alelnök szerint a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár nincs tisztában a különböző fogalmakkal és a fizetések mértékével, azzal, hogy ezekből a bérekből nem lehet megélni. Az MSZP kormány idejében 2010. januárjában egy közmunkás 60.200 forintot keresett nettóba, ez azt jelenti, hogy megegyezett a minimálbére. Az ő kormányzásuk alatt, az ő ötletére 47.000 forintot, tehát 13.000 forinttal kapnak kevesebbet. Amiről ő beszél, a 28.500, az az a segély volt, amit egy munkanélküli kap az önkormányzattól. Ennek különböző nevei vannak, azért nem mondok nevet, mert minden évben változott. Most ez a 28.500, amiről ő beszél, az csak 22.800 forint, és az a tévedés, hogy a 22.800 forint az nem egy fő, hanem egy családnak a segélye, a jövedelme. A hétfőn megalakult közmunkások szakszervezete ezért két célt tűzött ki. Kordás László volt munkaügyi államtitkár, a szakszervezet megválasztott főtitkára elmondta, először azt akarják elérni, hogy 2013. januárjától annyit keresenek a közmunkások, mint két évvel ezelőtt, tehát 13.000 forinttal többet. Jó lenne, hogyha tisztességesen megfizetnék őket, ami ebben az esetben mondom 60.200 forintot jelent. Tehát nem valami nagy bőségről van szó. Itt arról van szó, hogy szeretnének dolgozni, szeretnének bérből eltartani a családjukat. A későbbiekben szeretnék azt is elérni, hogy egy évre vetítve minden családban legalább egy fő dolgozhasson Magyarországon, és munkajövedelemből tudják eltartani a családjukat. A tájékoztató Nyakú István, az MSZP országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő kiemelte, ez a szakszervezet a szegények szervezete, ezért csak a tagsági díj minimum összegét határozták meg, ami havonta 5 forint.